gyermekek születésüktől kezdve felnőtté válásukig jó esetben soha nem találkoznak a gyermekvédelmi ellátórendszerrel. Szerető családban nevelkednek, megfelelő lakókörülmények között élnek, azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente 500 gyermek kerül be valamilyen gyermekvédelmi rendszerbe. A nevelőszülői hálózatban közel 1300, és megyén belül azok a gyerekek, akik nem nevelőszülői családokban, hanem gyermekvárosban vagy lakásotthonokban élnek, az ő számuk is még közel 1000. Tehát rengeteg olyan gyerek van, aki saját családját nélkülözve. Ugye ez a pályázat arra is szolgál, hogy a dinamikus kapcsolattartás a vérszerinti családdal megvalósuljon, illetve a gyereknek a végleges sorsának a megoldása is lehetővé váljon, akár örökbefogadással, akár hazagondozással, vagy a rendszerből kikerülve az önálló életkezdésben tudjuk őket segíteni. A pályázaton elnyert 106 millió forintból felújítják Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán található megyei gyermekvédelmi igazgatóság és területi gyermekvédelmi szakszolgálat épületét, és összesen 199 nevelőszülőhöz kerülhetnek új háztartási és egyéb a család életvitelét segítő eszközök. 11 éve vagyok nevelőszülő, jelen pillanatban 5 gyermeket nevelek, 3 nagyobbat és 2 csecsemőt. A pályázat abba segítene a picikéknél, hogy van egy fejlesztésre szoruló gyermekem, aki kisebb izomgyengeséggel született és rengeteg tornázása, tehát fejlesztő eszközökre van szükség. Tehát ez nagyon nagy segítség lenne, hogyha nem csak nekünk kellene beszerezni, hanem az intézmény besegítene ebbe, de ez nagyon sok nevelőszülőtársamnak is nagy. A nagyobbaknak pedig a tanulásnál esetleg olyan háztartási dolgok, tehát technikai dolgokra, amiben már a tanulásban tudná őket fejleszteni. A Központi Statisztikai Hivatal 2017-es nyilvántartása szerint ma Magyarországon 115.677 gyermek kerül kapcsolatba a gyermekvédelmi rendszerrel. Éppen ezért az ellátórendszer és ezen belül a nevelőszülői hálózat fejlesztése és az infrastruktúra javítása elengedhetetlen. A rendszerbe bekerülő gyerekek társadalmi integrációját növelni kell. A jelenlegi pályázati forrás is ezt a célt támogatja.